Sziasztok! A mai videóban két stáblistás jelenetről fogunk beszélni, szóval ha nem láttad a Galaxis Őrzői harmadik részét, akkor ne nézd meg a videót. Két stáblistás jelenetünk volt, az egyikben az új őrzők csapat látható, két veterán Mordá és Groot vezérletében, Kraglin, Verloc, Cosmo és Pyla Vell az új őrzők. Pyla első megjelenése a Marvel kapitány a harmadik sorozatának 16. számában volt, 2003. decemberében. Pyla Vell a negyedik szereplő, aki egykor a Marvel kapitány nevet használta, szóval akár még valami kapocs is lehet majd a Galaxis Őrző és a Marvel között. Maga a csapat nem tudni, mikor fog visszatérni, könnyen lehet, hogy majd csak a bosszúállókban, ahol például már megtért Verloc is szolgáltunkra lehet majd. A második kicsit szolidabb, ugyanis Peter-t látjuk, hogy a nagyapjával ebédel. Az újságon a karácsonyi különkiadás eseményére kapunk utalást, de ami még érdekesebb az az, hogy a Marvel azt mondja nekünk, hogy Star-Lord még visszatér. Ez nagyon érdekes, el tudnám képzelni, hogy Star-Lord majd beáll a bosszúállók közé idővel, miután mindenkire elkér a segítség. Star-Lord tehát biztosan visszatér még. Ezt a Marvel mondja nekünk, és valószínűleg az őrzők új formája is visszafog, viszont nem egy Galaxis Őrzői filmben. A Galaxis Őrzői film ugyanis abból új valószínűleg már nem fog készülni, miután a stáb csak James Gunn-nal volt hajlandó azt levezényelni, akiről tudjuk, hogy volt az utolsó Marvel filmje, miután mostantól a DC-re fog koncentrálni. Így az őrzők és Star-Lord a bosszúállók filmekbe térhetnek vissza várhatóan, azaz nagyjából két év múlva. Viszont az is biztos, hogy Gunn mellett Chadrax se Gamora nem tér vissza, ugyanis ezek a színészek ezzel a filmmel elköszönnek a Marveltől. Nebula és Mantis jövője még, ami érdekes. Nebula szerintem hasonló karakter lesz, mint az új Asgard vezetője a Valkür. Mantisszel meg még valószínűleg találkozunk, de róla nincs sejtésem. Szóval mindenképp egy érdekes jövőkép ez, amit most lefestett nekünk a film végén James Gunn, akire tehát már nem számíthatunk a jövőben, viszont a Galaxis Őrzői és Star-Lord még valószínűleg a jövőben visszatérnek, ugyanis nem hiába hagytok mindenkit életbe, mert jönni fog majd hamarosan a bosszúállók következő részei, ahol mindenkire szükség lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, spoileres kritika már megjelent, és a hét további videói szintén már ott vannak a csatornán, hétvégén pedig podcast. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!